Allig pottyantam ki az anyám hasából, már is tudta a ház, a szívos szög és az egész falu, hogy a világon vagyok, és hogy valami nagyon nem tetszik nekem. A tapasztaltabb asszonyok felfigyeltek a visítozásomra, és azt mondták, ez a csöpség éhesen jött a világra, azért bömböl éjjel-nappal, tej kell neki, sok-sok anyatej. Szegényes volt minden, amit a bölcsőből szemügyre vehettem. A gerenda mennyezet, a fényt alig áteresztő kicsi ablak, s viseltes ruhájában az anyám is, aki szoptatott, gondomat viselte, és ha felsírtam álmomban, megigazgatta a párnát a fejem alatt. Sápat volt, színtelen, mintha előre félt volna a kérdésemtől, hol a föld, hol a ló. Apám szintén restelte a semmit, amivel az érkezésemet fogadta, csak korán reggel és késő este láttam. Olyankor bátortalanul fölém hajolt és magyarázkodott. Nincs földünk, nincs lovunk. Nincs, hát nincs. Ne haragudj, és főleg ne pityerej. Ez volt a kirajzási pont a világ felé, az élet felé. Ez volt a Szívosszögi utca, a Szívosszög a szegény sor utcája. Itt a hátam mögött állt a szülői ház, azt lebontották az 50-es évek végén vagy a 60-as évek elején, nem is tudom mikor, egészen pontosan, és hát édesapám innen kőművesmesterként járta a világot, ő is világjáró volt, másféle értelemben, mint én, de az emlékeiben számomra is hazahordta azt a világot, amit ő járt be, mert hát itthon mesélt róla, stb. És a gyerek odafigyel arra, amit a szülő mesél. Ebben az iskolában, a Bátkai Református Elemi Iskolában 4 osztályt jártam ki, és jeles tanuló voltam. Minden év végén jeles bizonyítványt vittem haza, és én már láttam a 4. elemi osztály végzése közben, hogy én veszélyes útra tértem. Mert ha a 4. osztályos bizonyítványom is csupa jeles lesz, és az volt, akkor nem menekülök meg a gimnáziumtól. És én meg akartam menekülni a gimnáziumtól. Én nem akartam gimnazista lenni. Apám akarta, hogy gimnazista legyek. Ez az én regényemben úgy jár vissza az emlékeimbe, hogy még szülő-gyerek vitája közben nem egyszer mondtam édesapámnak, hogy hát ha maga ennyire szeret, ne gimnáziumba járni, akkor járjon helyettem. Én nekem nincs könyvem, olyan könyvem szinte, amiben ez a Bátki templom ne szerepelne. Mert hiszen mondjuk ez volt a vasárnaponként a az egymásra rálátás és ránézés temploma is. A legények, azok soha nem a tiszteletes úrra néztek, hanem a lányokra. Úgyhogy a templom az ugye a fiatalkori emlékekben a szemezésnek a helye is volt. Aztán a fújtatás feladata is a mi dolgunk volt, felváltva szólított bennünket a tanító. Én le is írom az egyik regényembe, hogy valamelyik gyerek elbámészkodott a fújtatásba, és akkor megakadta az orgona, nem kapott elég levegőt,
És akkor tanító úr hátra szólt, hogy gyorsabban, te marha! Úgyhogy... Várkás. Na most, ami a bátkiakat, mondjuk és a gyerekkori cimborákat, a Jóskát, a Szabó Jóskát, vagy a Szabó Kálmán, vagy akár téged is meglepett, hogy nem tudom, hogy akkor itt voltál-e ebben a templomban, hogy egyszer csak arra kellett ébredni bátkának, hogy ez a rossz gyerek, aki a többi, a jó gyereket is elrontotta, Szabó Jóskát nem tudtam elrontani, mert ő mindig ilyen pedánsan is öltözött, meg ő úriember volt már gyerekkorában is. Igaz, Kálmos? Úgyhogy... És hát egyszer csak megjelenik, és itt ül a tiszteletes úr padjában, a tiszteletes úr mellett, mint legátus. Ahogy mentem fel a szószékre, az fordult meg a fejembe, hogy milyen jó lenne, hogyha csak mennék föl az egekbe, ezeken a lépcsőkön, hogy ne kelljen itt a bátki gyülekezet előtt megszólalnom. És akkor viszont rá kellett jönnöm, hogy jönnek utánam, hogy nem tudok szabadulni tőlük, szóval nem tudok elmenekülni a helyzetből, tehát prédikálnom kell. És aztán nekifogtam, és prédikáltam, és nem is rosszul, utána már amikor kimentünk a templomból, még apámat is leszózták, hogy hát, fiat különb ember lesz, mint te voltál, úgy néz ki. A szószék úgy nézett ki a dolog. Nem akartuk mi sem elhinni, ami őt elmondott most, hogy ilyen, mondjuk úgy, hogy rossz gyerekből egyszerre jó gyerek lett, megváltozott. Habár nem voltunk olyan rosszak, olyan mindenkori gyerek, pálykosak voltunk, de annyira rosszak nem voltunk azért, hogy... ...1941 őszétől ez az épület, a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium az életem részévé vált. Akkor kezdtem két életet élni, falusi életet és városi életet a gimnázium révén. Ebbe a gimnáziumba a 40-es évek elején Alföldről is érkeztek ide tanárok, és hát ugye, amivel szembesülnünk kellett, hogy egy nyelvet értően beszélünk két nyelvet. Ők alföldiesen, mi palócosan. Az egyik tanárom, a természetes tanárom, az annyira megkedvelte mondjuk az én palóc beszédemet, hogy az osztálytársaim örömére az óra azzal kezdődött, hogy Nomács, mesélj nekünk valamit. A magam lováról meséltem, a magam nem létező lováról, és én azt olyan hitelesen elő tudtam adni a tanáromnak és az osztálynak, úgy be tudtam adni az otthoni körülményeket, ezen a kitalált lovon keresztül, hogy én tulajdonképpen nem is kőműves mester embernek a fia vagyok, hanem egy jómódú parasztembernek a fia, aki, szóval az apjának lova van, földje van, stb. Hogyha én a mesém végén azt mondtam volna, hogy hát ezt én mind kitaláltam, és én nekem tulajdonképpen nincs lovam, és a lovamhoz földem se, akkor se a tanárom, és az osztálytársam ezt már nem hitték volna el. A 70. születésnapom alkalmából, amikor megkérdeztek az életutamról, és arról, hogy hát én hova vezettem vissza az én írói pályám kezdetét, én ehhez a történethez, amit most elmondtam, ehhez vezettem vissza, és ehhez az épülethez, a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium épületéhez. Persze nem hallgathatom el, hogy a háborús években tanultam, az éjszakai-nappali berepülések idején, majd a tanítás felfüggesztését is meg kellett élnem. Háború után pedig bezárták a magyar iskolákat,
az utcára kerültem, 2 évig vártuk a lehetőséget a tovább tanulásra, nem következett be, és átszöktünk Sárospatakra. Soha el nem felejthető ez a Sárospataki vasútállomás számomra. Idehozott engem a vonat apám kíséretében 1947. szeptember 13-án. És aztán innentől kezdve vasútállomás és tanítóképző között folyt az életem. Apám ugyan innen erről az állomásról tért vissza, és a mozgó vonatból arra figyelmeztetett, hogy de drága fiam, nehogy hamarabb hazaérj erdőn, mezőn keresztül, mint én vonaton. Ez volt az osztályom. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki most. Arra emlékszem, hogy nézett ki akkor. Remélem, hogy sokat változott. Hát itt van az én könyvem, esetleg az ki is veheti. Igen. Maga. Már találkoztunk is 1-2 évvel. Igen. Ezelőtt, amikor a ön művéből szakdolgozat. Igen. Született, és meg is nézte Józsi bácsi a szakdolgozatot, és akkor már szembesültem azzal, hogy művei is találhatók a könyvtárunkban, mégpedig 4 műve. Úgyhogy örültem, hogy személyesen is megismerhettem Józsi bácsit. Én is örülök, hogy 4 könyvem van az Öröködben Uramból, Sárospataki Tanítóképző Főiskola könyvtárában. Amikor én ide jártam, akkor még tanítóképző volt, nem volt főiskola. Szóval középszintű tanítóképző képzés volt, és dr. Egei Antal volt a nagyon szeretett és tisztelt igazgatónk, és voltak itten olyan tanárok, akiket egyszerűen nem is lehet elfelejteni. Én 2 esztendőt töltöttem Sárospatakon, de ez a 2 esztendő az egész életemre hatással volt. Amit én itt tanultam, olvastam, itt jutott el Gárdonyihoz, Móra Ferenchez, Móri Zsigmondhoz, Mikszáth Kálmánhoz. Sárospatak vezetett rá engem, a magyar tanárom, az olvasás megszeretésére, az írás megtanítására. Na most sikerült olyan dolgozatot írnom, hogy dr. Csuka Andor körülhordozta és mutatta az osztálytársaimnak, hogy na, hát így képzeli el, ahogy a Mócs megírta. Hát ugye azért mondta, hogy Mócs, Mács helyett, mert hát én akkor még nem tudtam kimondani zemblénény nyelvjárásba azt, hogy hívnak, hogy Mács Józsefnek hívnak, hanem jó palúcosan Mócs Józsefet mondtam, és ő ezt úgy értette, hogy ó, és hát Mócsként vezetett a noteszében egészen 1 fél évig. Na most, hogy miért Sárospatak volt a célpont? Hát azért, mert a falumba Sárospatakról nagyon jó tanítók kerültek, akiket az öregek fölemlegettek a nevüket, például Konko József tanító urat, akit Sárospatak adott bátkának, mert így mondták ezt az öregek. Tehát Sárospatak
a református községekben olyan címen élt, hogy jó tanítókat és jó papokat küldött a falvakba. Ahol járunk, ez szintén ugyanúgy hozzátartozott a diákok életéhez, mint az iskola, mint a vasútállomás, mint az internátus. Ebben a parkban a diákok tudtak tanulni, sétálni, szerelmet vallani, és tudtak rácsodálkozni a magyar nemzet egy-egy kiválóságára, a Sárospatakhoz kötődő nagyoknak, itt megtalálható a szobra. Talán egyedül voltam, amikor ide kerültem a tanítóképzőbe, akinek a tanulmánya is olyanok voltak, hogy kitűnő tanulói minősítést kapott, és a torna gyakorlatai is olyanok voltak, a sport élete, hogy ott is kitűnően helyt tudott állni. És azt mondta nekem Sípos Béla, tornatanár úr, már nem él, hogy azt mondja, ritkán találkozik egy testnevelő tanár olyan gyerekkel az iskolába, aki kitűnő tanuló és kitűnő sportoló. Mert általában kitűnő tanulók, ezek ilyen könyvmolyok az asztal fölé hajolnak, tanulnak. Én pedig a tornateremben szinte minden szerem meg tudtam csinálni, amit kellett, például az óriás kereket is tudtam, a nyújtón. Én eljöttem abból az okból, Sárospatakról, harmadikos pedagógistának ide a Lévai József gimnáziumba, hogy közelebb legyek a szülőfalumhoz, mint szökött diák. Most meg azért járok Miskolcra, és itt van a kifürkészhetetlen isteni akarat, hogy a lányom idejött férhez. És nem tudom megállni, ha Miskolcon vagyok, hogy ide el ne jöjjek, mert sok emlék fűz ehhez az iskolához is. Ez a miskolci itt létez, egy szűk évig tartott, és aztán hazamentem már innen közös útlevéllel, és a nyáron készültem vissza már augusztusba ide, és akkor kaptunk egy levelet Prágából, hogy most már nem engednek vissza Magyarországra tanulni, mert szeptembertől 50-ben megnyílik Pozsonyban a Magyar Pedagógiai Gimnázium, és most már nincs ok arra, hogy az anyanyelvi tanulás okán Magyarországra jöjjek, hogy menjek Pozsonyba. És az apám ezt elfogadta, helyén valónak tartotta, és ősszel már én egyenesen érettségiző diáknak kerültem Pozsonyba, az akkor megnyílt Magyar Pedagógiai Gimnáziumba. Pozsony e két iskola, tehát a Pedagógiai Gimnázium és a Főiskola révén életre szólóan meghatározta a sorsomat. Tudnélik, ebben a pedagógiai gimnáziumban ismertem meg a leendő feleségemet, és hát már egy kicsit együtt is próbáltuk elképzelni a jövőnket. Már érettségiző diákkoromban írogattam ezt-azt, és aztán főiskolás koromban első évesen már könyvrecenziókat írtam az Újszónak, aminek következtében fölvettek szerkesztőnek, úgy, hogy megengedték azt is, hogy nyilvános hallgató maradhatok tovább. Tehát elindultam egy olyan úton, amely Pozsonyból már újságíróként vezetett kifelé, hol a Csalóköz felé, hol a Gomöri tájak, vagy a Bodrogközi tájak felé.
Én az életemet három lapnál töltöttem el, az Új Szónál, az Új Ifjúságnál és a Hét szerkesztőségében. Ahogy teltek az évek, úgy ismertem föl, hogy a szerkesztői munka és az újságírás is nagyon fontos fegyver a kezemben, közösségem szolgálatában. Ez volt tulajdonképpen az arszpoétikám, amelyet gondolatban odaszögeltem a szerkesztőségi szobám falára, hogy nincs érdekesebb téma, mint a népem sorsa. A Duna partjához az irodalmi munkásságomnak is köze van, olyan értelemben, hogy amikor Rácz Olivért, aki Kassán élt, és ő maga is író volt, és figyelte másoknak az írásait is, és amikor megjelent a Vég nélküli gyűlés című kötetem, ő írt róla egy fejbekólintó, kemény bírálatot. Tehát ezzel a fejbekólintó bírálattal szédelektem ki ide a Dunapartjára, próbáltam megemészteni magamba a Rácz Olivér kritikáját. Engem rádöbbentett Rácz Olivér kemény bírálata arra, hogy arról kell írnom, ami az én forrásterületem. Fogja a palatáblát és beleteszi a tarisznyába. Aztán vállára kanyarítja a batyut, és elindul a kis Marcival. Akikkel találkozik, azoknak meg sem fordul a fejükben, hogy nem elemózsiás tarisznya lóg a vállán. Mert élelem és víz nélkül senki nem megy a mezőre gyerekkel. Nyűgösködne, kérincsélne, zavarná munkát. Barát Mihályné azonban nem éri be a tarisznya megmustrálásával. Azt is megkérdezi, ami a házakat át meg átjárja már. Tanul-e magyarul a morva unoka? Tanul, tanul, mondja Bogár Márton. Nagy benne az akarás, hála Istennek. Az a jó, ismeri el barátné, és megnyújtja a lépéseit. Nekem az írásai mindig tetszettek. Hát ugye egy feleség az elfogult, gondolom, a férje írásaival szemben. Hát mindig tetszettek. Volt olyan időszak, amikor a kolléganők mondták, hogy jaj, Júci, ezt ne jó lenne, ha nem olvasnád el, mert hát azért ezt csak elolvastam, ugye? Olyan regények, például, mint a Magasság és mélység, azt nagyon nem akarták, hogy elolvassam. Pedig hát szamárság, hát egy író azt ír, amit vagy megél, vagy hal. Hát most már 54 éve vagyunk házasok, senki nem hitte, senki, hogy mi 54 évet együtt megélünk, mert hát két gyerek, ugye, én 19 és fél, ő meg 22 volt. Összeházasodtunk, és Ildikó megszületett másfél év múlva, Tündem másfél év múlva rá, úgyhogy két pici kisgyerek, és nem volt ruha, nem volt pénzünk, tényleg egy nagyon nehéz volt a kezdet. Én csak a kínját éreztem annak, hogy ő íróember, ez az igazság. Mindig csinált olyasmit, hogy a család is megsínylette. Nem csak ő, hanem mi is megsínylettük, és a gyerekek is az írásával. Persze írt, és aztán ez lett az erény. Ami a szívén, a száján, pedig hát az nem úgy van. Az 56-os forradalom idején akkor kirúgták szó szerint az Új Szóból. 68-ban hát ott sok minden volt. 10 évig nem publikálhatott. Maradhatott a Hétben szerkesztőként, de nem csinálhatott semmit, a leveleket dolgozott fel. Tehát egy sor írást nem hoztak tőle 10 esztendeig. A régi rádióhoz is, ehhez a rádióhoz is nagyon sok emlékem fűződik, aminek örülhetek, hogy a rádió soha nem felejtkezett el rólam, se a régi rádiós épületben dolgozók, se a mostaniak. Már előtte, amikor hallani lehet arról, hogy megjelenik hamarosan a könyvem, a Rádió Téka című műsorában, melyet
Laca Éva szerkeszt, hát abban ő mindig igyekszik aztán megszólaltatni, mi ez a könyv, miről szól ez a könyv. És én ennek mindig örültem, hogy a könyveimmel kapcsolatban a Pátria Rádió irodalmi műsora soha nem felejtkezett el. Amikor én írni kezdtem, a bátkaiak úgy voltak kíváncsiak a könyveimre, hogy melyik szereplőben, melyik bátkait, falumbelit ismerik föl. Aztán egyszer csak kirukkoltam egy regénnyel, amelynek a szereplőire nem ismertek rá. Teljesen idegenek voltak a szereplők, tehát ez a regényem, a Kétszer harangoztak című 1978-ban jelent meg, ez amolyan kakukk fióka volt a többi könyvem között, és ennek a története az, hogy ugye én Páskaházára nősültem, a feleségem Páskaházai, és a Páskaházai egy másik faluvilág, amelynek az életébe a feleségem oldaláról tudtam belepillantani. Egy családon tragédiájának a bemutatásán keresztül ebben a Kétszer harangoztak című regényemben azt mondom el, hogy a háború nem akkor ér véget, amikor elhallgatnak az fegyverek. A háború évek, évtizedek múlva is szedi vagy szedheti az áldozatait. 1960-tól minden évben megrendezték itt a gombaszögi országos kulturális ünnepét, és Hrubik Béla, a Csemadok országos elnöke meghívott a Temetőkapu című regényemet dedikálni ide a gombaszögi könyvsátorba. Látom azt, és végig gondolhatom azt, hogy hogyan indult ez az egész gombaszög, és hol tart most, és esetleg hogy kellene úgy változtatni programján, hogy valóban nagyobb tömegeket vonzol. Szívemmel, lelkemmel azt hiszem, hogy életem végéig bátkához, Gömör megye legszentebb településhelyéhez, falujához kötődöm. Ez a felejthetetlenség számomra, ez a világ mindenség számomra. Ebből a faluból merítettem én regényeim fő témáit. Amit érdemesnek tartottam a falumról megírni, azt a regényeimben megírtam. Most gondolkozom egy témán, ami nagyon nehéz téma, már hozzáfogtam is, de meg is torpantam. Meg akarom írni a cseh, majd szlovákiai, a csehszlovákiai magyar svejket. Magatartás formába öntve őket, úgy fogják fel az életüket, minthogyha a hatalmi fölénnyel szemben mindenkor engedelmesek lennének, de mindent elkövetnek az önmaguk megtartása érdekében.